Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy jóslás. Hogy miről van szó, fogalmam sincs. Majd a kártyák ezt megmutatják. Ha esetleg kiugrik egy kártya a csomagból, akkor az azt jelenti, hogy ez el akar távolodni tőled. Vagy ezt kellene eltávolítanod. Ez lehet egy esemény, ez lehet egy személy is. És most indítok. Itt látható, hogy voltak nálad kihívások, voltak nálad küzdelmek, valaki megbántott téged, de te ezt most lezárod. Hogyan tovább? Itt látható, hogy értékekről van szó. Ezek lehetnek anyagiak, lehet a munkád, a hivatásod, vagy a belső értéked is. Az is előfordulhat, hogy valami vagy valaki értékes számodra. De itt látható a 9-es szám, és az jelenti a korlátozásokat. Valami vagy valaki korlátoz téged. Ez olyan, mint egy kerítés, amikor úgy érzed, itt nem megy tovább. De akkor mász át ezen a kerítésen, hogy induljon a 10-es szám, ami jelent egy új kezdetet. És tényleg most megjelenik itt a 10-es szám, és utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életedben. Mivel itt a képen a kelyhekről van szó, és az jelenti az érzelmeket, és látható a család, a vidámság, ez kihat a szerelmi élet területére. Itt látható a főpapnő, és őrzi az Akasa krónikát, ahol benne vannak a sors utak. Itt le van írva ebben a könyvben. És ez jelenti a hitet, a bizalmat, hogy minden úgy alakul, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva, vagy ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Amit ez a főpapnő még jelenthet, egy spirituális területet, a tudásodat, a bölcsességedet. Itt látható az egész világ, ez utal külföldi kapcsolatokra, utazásokra. Ez lehet internet kapcsolat is, ami fontos lehet számodra. Vagy lesz egy utazás, vagy valaki meglátogat téged, és itt van ez a külföldi kapcsolat. Itt változnak az események, hiszen az egyik partot már elhagytad, és evezel egy új irányba, az új part még nem látható, tehát ez kivált még bizonytalanságokat benned. Te utal a változásokra. Itt ez a bot jelenti a tűz elemét, a te bátorságodat. Itt a kihívások ellen, és jelent egy új irányt, hiszen a kezedbe veszed a dolgokat. Valami lelkesít téged.
te uralkodni fogsz a helyzet felett, uralkodsz a gondolataid felett, az érzelmeid felett. Itt látható a nőies kisugárzás, Vénusz bolygó szimbóluma, Demeter, aki uralkodik a természet felett, itt kivirágzik valami, itt gyümölcsözni fog valami, és akármelyik irányba irányítod az eseményeket, ez az új kezdet neked szerencsét hoz. Ez lehet a hivatás, lehet a lakhely, a család, vagy a párkapcsolat. Ez a három kehely utal a múltra, és itt folynak a könnyek, te ezt lezárod. Befele tekintesz, meditálsz valami felett, vagy ő tekint befele. Ő most kicsit visszahúzódó, de van jövőtök, hiszen a hátad mögött megjelenik ez a két kehely, ami utal az érzelmekre, a kettes szám a párkapcsolatra, rád és őrá, és itt a háttérben ez a híd jelent egy átmeneti időszakot, ugyanúgy, mint ennél a kártyánál látható, elhagyod az egyik partot, az új part még nem látható, de mégis legyen meg a bizalom, itt lesz egy új kezdet, kihat a párkapcsolatra, itt is érzelmekről van szó, kimutatod a nőiességedet, a küzdelmek lezárulnak, és minden úgy alakul, ahogy a főpapnő ígéri, és ez kihat a párkapcsolatra, egy új kezdetre, és arra, hogy te és ő összetartoztok, ez lehet egy külföldi kapcsolat is, vagy lehet egy közös utazás, vagy egy nyaralás, vagy egy közös életút. És én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderám!